legyen veletek. És a veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben néhány írástudó és farizeus így szólt Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk látni. Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak föltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője föltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ezek az evangélium igény. Áldott Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim! Az első olvasmányból hallottuk, hogy Izrael kezdi megtanulni, hogy őt szereti az Isten. Mózes azzal bízza meg, hogy szabadítsa ki a népet egy hatalmas birodalomból, hát persze ez lehetetlen. És hát elindulnak, Fáraó enged a sok csapás után, de utána mégis meggondolja, és utánuk rohannak, és a nép akkor megijed, és azt mondja, jobb volt Egyiptomba. Minek hoztál ki minket? Lehetetlen megmenekülni. És Isten azt mondja, hogy nem lehetetlen. Átvezetlek titeket a vízen is. Na most, kedves testvérek, miről van itt szó? A gyermek úgy tanulja meg, hogy szeretik a szülei, ha adnak neki enni meg inni, és másik, ha kimentik egy helyzetből, amely lehetetlennek tűnik számára. Tehát mintegy a történelemből fogja fel azt a legnagyobb dolgot, ami a világ mindenségben van, de nem a világból való, a szeretetet. Az anyja megszoptatja. Ez evés és ivás. Aztán, hogyha a gyerekkel baj van, kihez fut? A szüleihez. Belsik egy gödörbe, kimenti ki? Az édesapja. Isten így kezdte nevelni a bűnbeesett embert. Bár ezen is el kell azért gondolkodnunk, hogy az emberi szeretetben is megmutatkozik valami transzcendens, ne ijesüljünk meg ettől a szótól. Ez egy szakszó azt jelenti, hogy az egész világot fölülmúló valóság, minden transzcedere, minden túllép, hogy az emberi szeretetben is van valami, ami túlhaladja a világot, mert ha nem tud neki adni, enni, és nem tud inni adni neki, mint ahogyan Hágár, amikor Ábrám elűzte. Letette a kisfiát, és hát most meghalunk. Vagy a szareptai asszony, akit a Lillés azt kérte, hogy hát készíts nekem az utolsó kis lisztből egy kis kalácsot, vagy lepényt. De azt mondja, hát nekünk sincs. Most megyek rőzsét szeregetni, ezt megesszük, és meghalunk. És ez a fiú nem bont a kétségbe, hogy az anyja szereti őt. Nem tudok enni adni. Egy beteg kisgyerek, akit nem tudnak megmenteni, áttalál az apja. Tehát valahogy a szeretet azért nem csak hasznos. Ez megdöbbentő. És ezt a kisgyermek is érzi. Persze itt fölmerül a kérdés, és ne ijedjünk meg az istentelen gondolatainktól. Igen ám, Istenem, de te mindenható vagy.
Te tudnál terülterű asszalkát csinálni. Adj jelet. Az azt jelenti, hogy tégy csodát. Te megteheted. Miért kell éheznem itt a földi életben? Miért vannak problémák a házasságban? Miért van háború? Te mindent megtehetsz. Hát ebben azért van egy rész, ami azért nincs végig gondolva, mert érdekes. A háborúért, meg a jégesért minden Isten a felelős, de hogy fellőttük a Sputnikot a Holdra, azt az ember tette. Hát ez egy kicsit érdekes. De minden esetre te mindenható vagy. Tehát te meg tudnád tenni, hogy ne haljak meg, ne haljak éhen. Ne kelljen kifújnom a levegőt, és többet nem kapok levegőt. Te meg tudnád szabadítani a haláltól. Igen ám, de Isten nem erre az életre hívott minket, hanem a vele való életre. Már ebben az életben is a vele való életre hív. És ő egyszer megtette a legnagyobb lehetetlent, hogy a semmiből előhívta a világ mindenséget, és téged is, meg engem is. Ki az, aki legyőzi a nem létezést, a semmit? Tehát úgy szeretett, hogy rászólt arra, ami nincs, és lett. Szólt és lettek, parancsolt és létrejöttek. Tehát az ő képére teremtve magának teremtett minket és egymásnak. De az ember elszakadt tőle. Leszakadt tőle, és ő viszont nem szakadt el tőlünk. És azért érezzük úgy, hogy a halál, betegség, minden, ott valami az olyan, amikor nem segít. Amikor meg úgy bejönnek a dolgok, akkor, ja, akkor van Isten. Akkor meg segít. Mire eljött az Úr Jézus, azért már sok mindent megtanult Izrael. Megtanult azt, hogy az Úr szeretete örökké megmarad. Hogy nem e földi életre teremtett, hanem a vele való életre. Tehát akkor Krisztust azért küldte el, a legnagyobb jel, hogy ember lett az Isten, és ő vállalta ezt a sorsot. És amikor agyonvertük, meg a keresztefeszítés az rettenetes. Nem szeretem mondani, kit érettünk keresztefeszítettek, mert iszonyatos. És az Isten fiát. És ő így könyörgöttél, atyám, bocsáss meg nekik. És amit a fiú Isten kér, azt az atya meghallgatja. Példát is adott nekünk. Nem azt mondta, hogy mindennek vége, hanem beteljesedett. Emberként is, a halálban is odaadom magamat neked, atyám. És kiáraszt a szívünkbe szent lelket, hát ez a keresztény hit teljessége. Hogy mindazon felül, ami történik velünk, az Istennel való kapcsolat a lényeg. Nagyon egyszerűen. Nem azzal vizsgáztatom Istent, hogy szeret-e, hogy jól megy a sorsom. Nem megy jól, akkor kivonulok a templomból, elhagyott az Isten. Hanem az utolsó nagy jelből, a keresztből, és Jézus dicsőséges testben való föltámadásából, az a mi testünk, világítom meg az egész életemet. Tehát nem az életem eseményeiből vizsgáztatgatom az Isten. Na most mi keresztények 90%-ban ezt tesszük. A szentség pedig a fordítottja. A szentség nem áltatoskodás. Valami olyan bizalom az Istenbe, hogy nem azzal mérem le, hogy beteg vagyok, hogy szenvedek, hát fáj, de ő velem van. És magának teremtett minket. Az emberrel együtt, és ezt Krisztusban látjuk, az emberi testét Jézusnak
fölemelt egy új világba, még a testi életünket sem fogjuk elhagyni. Csodálatos testvérek, azért Ábrahámban ez már megvan. Ezért a szűzanya egyetlen ősét se emlegeti a Magnifikátba, hanem Ábrahámot. Mit ígért neki Isten? Egy ókori férfinak a legnagyobb boldogság, nem az, hogy milliárdjai vannak, mint ez semmi. Rengeteg utódja lesz. Annyi, mint a föveny a tengerparton. Hát milyen boldog. Egy ős atya lesz. Az élet belőle fog fakadni. Nem született gyereke. Öregkorában végre egy Izsák. És azt mondja Isten, a pogányok az elsőszülött fiúkat néha föláldozzák ám. Van ilyen emberáldozat. Te szeretsz-e annyira engem, Ábrahám? Áldozd fel a fiadat. És előtte lépd el Izsák, viszi a vállán a fát, Jézus a keresztet. Atyám, hát itt van a fa, lesz tűz, de hol van a bárány? Majd Isten gondoskodik, íme az Isten báránya. Isten nem gyilkosságot parancsolt, nagyobbat. Az, hogy Ábrahám minden emberi mértéket túlhaladva bízzon az Istenbe. Hát, ha nekem sok utódot ígért, akkor, ha nekem föl kell áldozni, mint egy birkát, akkor Isten, mit mond Jézus? Isten tud a kövekből is fiakat teremteni. Egyébként a kövekből vagyunk, mert bennünk ott van az anyag. És ezért mondja Szent Pál, ez a zsidó ember, aki nagyon zseniális, hogy mi Ábrahám hitében vagyunk. Ez az egyszerű nomád ember, itt megjelenne, egyszerűen szagát nem bírnánk el. Meg az életmódja, és a legnagyobb szentek között van. Hát hogy lehet így bízni az Istenben? Krisztus előtt. És mi Krisztus után vagyunk, ezért nagyon nem kaptok jelet. Befejezem a csodatételeket, nem szórakoztatlak benneteket. Én nem vagyok csodaorvos, hogy ne kelljen az orvosoknak gondolkodni és megszüntetni a kórházat. Nem fogom megoldani gazdasági problémáitokat, hogy megszoporítom a kenyeret. Meg átjöttetek utána a Kafarnaumba, és megkérdezték, hogyan kerültél ide, és nem mondtam meg, hogy én a vízen járva. Mert akkor a közlekedést is megoldottam volna, oldjátok meg. Nem értitek? Egy másik világ, a Szent Háromság világa vár rátok. És ezért van itt nagyobb, mint Jónás, nagyobb, mint Salamon. Micsoda bizalom! Ezt kérjük a Jóistentől. Na most azért a szentekben ez megvolt. A kicsikben is, a nagyokban is. Kinga, mint ahogyan az egyik húga, Árpád-házi Szent Margit, vagy Jolánta, ő is szüzességet fogadott, negyedik Béla leányai. Hát igen, ám csak az államérdek úgy követelte, hogy mégiscsak házasságra kell. Boleszlávval jó lesz kapcsolatban lenni, mert akkor lengyelek is ide tartoznak. Hát elfogadta az apja döntését, de Boleszlávot rávette, hogy nézd, nekem van egy olyan szövetségem, amit én nem bontok fel. Elfogadom a szentségi házasságot, de én a szüzességemet megtartom. Ma ezzel röhögnének. Azok meg azon röhögnek, hogy Istenért ti semmi áldozatot nem tudtok hozni. Milyen istenetek van nektek? Azért a rohadt pénzért, a bálványért 4 abortust csinált. Miket áldoztok fel a bálványoknak? Egyébként az a középkor akármilyen gyarló is volt, mint mi. Jobban bízott az Istenbe. Azt mindig elfogadta, hogy ilyen lehet. Minket másra hívott a házasság, nem arra való, hogy szüzességbe éljene. Lehet. És hát közösen alapítottak iskolákat, talán egyetemet is, kolostorokat, fölvirágzott az ország, egy nagyon termékeny lelki házasság volt ez. Kedves testvérek, mindegyikünk életébe egyszer eljön az a pont, amikor úgy kell bízni Istenbe, hogy semmi alapja nincsen, csak az, hogy ő Isten.
Ja, én nem erre számítottam, amikor felszenteltek pappá. Ja, én nem erre számítottam, amikor megesküdtem. De megesküdtél. Isten belevontad ebbe az ügybe. Mind a kettőnek ő bele kell belekapaszkodni. És akkor nincs kiégés. Kedves testvérek, aki ezt lejjebb adja, az elárulja az evangéliumot. Ez nem az én tanításom. Ez azért a Krisztusi, aki értünk meghalt és feltámadt. És a Szent Misével itt van. Ez volt a szenteknek az álhatatossága. És tudjátok, akik így bíztak a Jóistenbe, azokban meg lehetett bízni. Nagyon sok fiú ma keres, egész 40 éves koráig lányok is, minden, hogy nem találok olyan társat, stb. Hát, igen, kevés az, hogy szimpatikus. Hát anélkül nem lehet, mert a házasság az az. Nem lehet, hogy erotikusan ne legyen vonzó. De választani lehet. Neki van-e istene? Milyen istenbe kapaszkodik? A bálványistenbe, majd annak áldozunk fel sok mindent? Vagy az önmegvalósítás istenébe? Hát igen, Uram, add, hogy meg tudjunk bízni benned, hogy ne vizsgáztassuk a te szeretetedet nap, mint nap, hanem mi az életünket vizsgáztassuk le, világítsuk meg a te változhatatlan, örök szereteteddel. Amen. Fölajánlással folytatjuk.